A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei Bányai Béla, a Magyar Távlólagló és Távhajtó Szakág elnöke, valamint Fekete Róbert, a szövetség kapitánya. Szervusztok, üdvözöllek benteket! Robi, te már másodszor vállaltad el, vagy tudtad bele a fejed a hurokba, hogy te leszel a Távlólagló és Távhajtók szövetségi kapitánya. Mi vitt rá? Nem volt egyszerű döntés igazából. Az első után, hogy ott lemondtam az első szövetségkapitányságról különféle okok miatt, és utána én úgy gondoltam, hogy nem is fogom ezt többet elvállalni. Aztán az élet mégiscsak produkált ilyen furcsa dolgokat, és én, ami végül is a döntés volt, ami miatt elvállaltam. Ugye jeleztem a Bélának, hogy itt vannak olyan dolgok, amik úgy nem tetszenek. Tehát mi most elég sokat versenyzünk nemzetközi versenyeken, és úgy éreztem, hogy kicsit ez a mezőny, az amúgy is kis létszámú mezőny, az egy picit magára lett hagyva. Tehát semmiféle bátorítás vagy ösztönzés nem volt, és én ezt jeleztem a Bélának, hogy egy kicsit többet kellene foglalkozni ezekkel az emberekkel, akik tényleg rengeteg munkát fektetnek bele, hogy ott részt tudjanak venni ezeken a versenyeken. És mondta Béla, hogy oké, akkor ha jobban tudod, akkor csináld. És hát én úgy érzem, hogy az ember tartozik ennyivel a sporttársaknak, hogy egy kicsit megpróbálja talán ezt az egészet úgy fölvállalni, összefogni, ami most az utóbbi időben úgy nem volt. Röviden, egy-két tőmondatban, mi hiányzott? A kommunikáció elsősorban. Kinek kellett volna többet beszélnie, kommunikálnia? Úgy érzem, hogy a szövetségkapitánynak kellett volna egy picit többet foglalkozni a versenyzőivel. Tehát azért voltak itt eredmények. Nemzetközi szinten kijutottunk EB-re, VB-re. Nem azt állja az ember nyilván, hogy ugrálják körbe, hogy ez mekkora nagy eredmény, bár nagy eredmény, tény. Illetve az odavezető út se egyszerű, tehát egy nemzetközi versenyen részt kell venni, sikeresen be kell fejezni, van egy minősülési periódus, aminek a végén pár nemzetközi versenyt 100-160-at meg kell tenni. És ezek ugye több versenyzőnek is sikerültek, de se írásban, se szóba nem volt semmi. Értem. Elismerés. Azért ez egy olyan sport, ami egyébként is nálunk még nem annyira népszerű. Illetve én azt gondolom, hogy nem kap annyi se elismerést, sem megbecsülést még. Nem is nagyon ismerik, de még lovas körökbe se. Tehát ha mi magunkat nem buzdítjuk, vagy nem ismerjük el, akkor ki? Igen. Elnök úr, milyen a vízhang? Mert ugye már volt Kaposvára, meg volt az első idényító verseny is. Milyen a vízhang az új régi szövetségi kapitányt illetően? Hát tehát egyetértett mindenkivel a megválasztásával, természetesen egyhangulag megválasztotta a bizottságunk. A Robi is említette, hogy nagyon kevesen vannak ebben a szakágban, és igazán a férfiak öregednek, a fiatalok pedig elsősorban lányok, akiket nagyon kell segíteni, támogatni, akár anyagilag, akár lóval, és úgymond bíztatni is kell, hogy a Robin mondtam. Az előző szövetségi kapitányunknak köszönöm, hogy elvállalta addig is ezt a tisztet. Ez a pozíció valahogy mindig egy kicsit így forrong, tehát hogyha nincsenek sikerek, akkor ugye a szövetségi kapitány hibás, elsősorban értelme sikerek vannak, akkor meg akár közösnek is gondolja a szakág ezt a sikert, tehát nehéz azért a szövetségkapitány dolga. Saler Gábor úr a militári szakágnak is az egyik vezetője, tehát jelentős az elfoglaltsága, és tényleg most szeretnénk koncentrálni a felnőtt Európa-bajnokságra,
és Robinak már van gyakorlata a nemzetközi versenyek szervezésében, és az ott a versenyek főkészítésében és összefogásában. Ugye a junior válogatott keret bronzérmes volt 2009-ben Bábolnán. Ebben az évben van lehetőségünk közeli versenyen Európa-bajnokságra kijutni, tehát Samarinban lesz, Szlovákiában a határ mellett, és úgy néz ki, hogy 5-6 versenyző van is felnőtt kategóriában, aki esetleg le tud minősülni, vagy már leminősült. Tehát erre szeretném most összpontosítani, ezért kértem akkor Robit, hogy vállalja ezt a szövetségi kapitányi tisztet, és én úgy gondolom, biztos vagyok benne, hogy a szakág is akár az anyagi forrásokat is mellé tudja állítani. Hát ebben az évben ugye emiatt különös várakozásra tekintünk erre az évadra, mert még egy ilyen lehetőség, hogy ilyen közel váraton ennyi versenyző minősült is, és ki tud is jutni, az EB-re nem lesz. Tehát a 5-en minősültek? Hát 4-en már minősültek. Már 4-en minősültek. Hát a 3-an is, még 3-nak van esélye, hogy ő is komolyan gondolja, mert a szerencse is úgy hozza. Hát ugye így lehetőségünk lenne csapatversenyben is részt venni, és ott van szerintem nekünk esélyünk, vagy lehetőségünk. Ebben az évben először Kaposváron rendeztünk egy évadnyitó versenyt, az egyben regionális és megyei verseny is volt. Új helyszínen, Maestro Tanyán rendeztük, hát jelentős érdeklődés volt. Mi a jövőben is olyan helyszíneken szeretnénk versenyt rendezni, ahol van helyi érdeklődés. Elsősorban szerintem akkor van értelme, hogyha meg tudjuk mozdítani a helyi lovasokat, akik egy ilyen 20 kilométeres lovastúrának nevezett versenyen különösebb adminisztrációs feltétel nélkül részt tudnak venni. Tehát nagyon tetszett a rendezőnek, nem tetszett a versenyzőknek. Színvonalas volt a körítés, tehát a szociális része étkeztetése. Úgyhogy a jövőben is szeretnénk ott versenyt rendezni, és várhatóan jövőre már OB-t fogunk ott szervezni. Kicsik vagyunk, ugye, kevés versenyzővel, de mégis hogy van az, hogy Dubajban ugye jól szerepelt egy magyar lány, ugye a lányod, Patricia. Mi több, ha jól tudom, a dubai versenyben ő lett a legjobb európai? De nem, ez az Abu Dhabi verseny volt. Abu Dhabi, igen. Ez két egymás követő hónapban. Először volt Abu Dhabi, februárban. Oda végül is tavaly évből kifolyólag lett a meghívás. Tavaly volt Veronában a junior EB. És ugye ott a lányom 9. lett, és úgy szólt a meghívás, hogy az első 10 kapta. Tehát nem, a nációtól függetlenül, igen. Az első 10 és ugye ebben bent voltunk. Ez volt az Abu Dhabi. Oda saját lóval mentünk ki, tehát saját lovat vittünk. Sivatagba. A sivatagba. Illetve hát... Arra hogy tudjátok itt felkészíteni? Nagyon nehezen. Egy szerencsénk van, hogy ahol mi tartjuk a lovakat, az egy olyan... Ott nincs víz, és hozzá vannak szokva, hogy nem isznak a lovat. Nem, van minden. Ezen nincs gond. Hanem télen is a legrosszabb körülmények között is van egy ilyen töltés, egy ártéri töltésrendszer, és annak a teteje használható. Tehát gyakorlatilag dolgozni. Ott lehet, igen. Egyébként nagyon nehéz, tehát az erdőtől minden nagyon nehéz. Hát sikerült körbeérni, és tényleg legjobb, mondhatni legjobb európaiként. Mi se gondoltuk volna, tehát a ló tényleg nagyon jól viselte a meleget, meg az ottani körülményeket. Mi egy kicsit nehezebben. És akkor ennek lett a vonzata az, hogy most megint visszahívták? Nem, ez a Dubaj, ez pedig egy olyan meghívás volt, ami ez egy másik verseny, az egyik a President Kupa, ez van a Budabiba, ez pedig a Korona Herceg támogatta a verseny, ez van Dubajba, igen. Ez 120 km lett volna, ide is saját lóval lehetett volna menni, de ez az megelőző időszaknak az eredményei alapján. Tehát az arabok küldtek egy listát, hogy minek kell megfelelni. Tehát első hely, a ló, az első háromba, stb. És egyetlen feltétel volt, amit nem tudtunk teljesíteni, a 60 kiló. Tehát a lovasnak a súlya a felszerelés nélkül 60 kilónak kellett volna lenni. Mi ezt megírtuk nekik, hogy ez nem, a lányom csak 48 kiló. Tehát ha elfogadják, így akkor oké, ha nem, akkor nem tudunk menni. És két versenyzőnk felelt meg ennek a
ezeknek a feltételeknek, a másik a Matyi Bianka volt, ő szintén a súly igen. probléma. És megírtuk, és igazából ennek ellenére jött a meghívás. Időközben viszont úgy alakult, hogy a FEI nagyon kemény szankciókat vezetett be az emirátusok ellen, tehát gyakorlatilag majdnem az összes lovasokat törölték a FEI listáról, illetve az összes FEI versenyt levették a naptáron. Ennek ellenére az emirátusok megrendezték ezeket a versenyeket, de mind nemzeti. Na most mi nem tudtuk, hogy van rá lehetőség, vagy nincs kimenni, mert a repülőjegy nem jött meg. Tehát ez úgy nézett ki, hogy egy főnek kellett volna lóval menni azonos időben, és a másik kettő pedig rá egy hétre repült volna. És ez a repülőjegy, én mentem volna lóval, nem érkezett meg. És csak vártunk, és a vége az volt, hogy teljesen akkor ugye lemondtunk róla. És egy hétfői napon jött a verseny hetébe, jöttek meg a repülőjegyek, de mind a hármunknak, hogy azonos időben, szerdán mehetünk ki, és a lányom kapott egy lovat. Ugye mi már szállítás is lemondtuk minden, és akkor gyakorlatilag ott kapott egy lovat. És hogy szerepelt? Körbeért. Tehát ott igazán nagy beleszólásunk nem volt a dolgokba. Kaptunk egy komplett legénységet, tehát a 10 fő kísérgette a lovat, illetve minden. Nekünk nem is kellett gyakorlatilag csinálni semmit. Mi csak ott figyeltünk, nem tudtunk kimenni se a sivatagba segíteni, mert kocsink se volt, de ők mindent rendeztek. És három észt lányjal együtt, aki ugyanabban az istállóban kapott három lovat, így négyen versenyeztek folyamatosan. Az első körbe kiesett az egyik észt, de a többiek befejezték. Tehát ez már egy nagy eredmény volt szerintem körbeérni. Lányod ott lesz az Európa bajnokságon? Igen, szeretnénk. Végis ő minősült, tehát neki megvan már a minősülése oda, viszont egy másik lovunkat is szeretnénk ott tudni, vele meg a nejem szeretne menni, neki már csak egy 160 hiányzik, egy közös, és akkor összejöhet. És te? Én csak beszegítek, én vagyok a nehezék általában. De versenyeztél valamikor, nem? Hát versenyeztem, csak egy rövidebb távon, 40-80. És utána teljesen kivették alól mindig a jó lovakat. És akkor most már nem is indulsz? Nem. Most én vagyok a crew, ugye a segítő csapat, és nekem az nagy eredmény. De a felkészítésre segítek, tehát lovagolom ugyanúgy, a lovakat készítem föl. Én mondom, igazán azért mondtam, hogy én vagyok a súly, mert ugye a lányomat ki kell súlyozni 75 kilóra, ha úgy van, a nejemet is. Én meg alapból meg vagyok annyit. Így könnyebb felkészíteni lovat. Mi lesz ebbe az évben akkor? EB, azt tudjuk. Másik nagyobb főverseny van-e még, ami fontos lehet abból, hogy a szakágat el tudjátok úgymond adni, hogy felfigyeljenek rá? Végülis két nemzetközi verseny lesz ebben az évben. Május elején Bábornán lesz a szokásos tradicionális távlovas nemzetközi verseny. És Solton lesz még egy nemzetközi verseny. Én úgy gondolom, hogy a hazai létszámnak és a környékbeli országok versenyzőinek ez a két verseny ez elég. Amúgy meg Samorinban megint a határszélén vannak nemzetközi versenyek, vagy lesz verseny, illetve hát lesz az Európa-bajnokság. Mi elsősorban az Európa-bajnokságra próbálunk szakági vezetést koncentrálni. A junior világbajnokság az Chilében lesz, tehát az, én úgy gondolom, hogy ha nélkülünk. A chileiek nem finanszírozzák, úgymond a lószállítást, meg stb., akkor ez elérhetetlen lesz, ismerve a hazai állományt, akik erre minősülhettek, vagy minősültek, és továbbra is szervezzük szakági élet szempontjából nagyon fontosnak tartott megyei és regionális versenyeket. Ezen a két nemzetközi verseny kívül lesz még két OB-forduló. Mi megpróbáljuk, mint a szakágnak az elsősorban én úgy gondolom a felelőssége vagy feladata, hogy ezeket a versenyeket akár nemzetközi, akár pedig megyei, regionális vagy OB forduló, hogy azokat balesetmentesen szépen korrekt módon reklamálások és egyebek nélkül le tudja vezényelni, levezényelje. Oktatás területén Varga Katalinnak van feladata, ugye bíróképzés lesz ebben az hónapban, jövő hónapban, illetve meg voltak rajtengedélyvizsgák, hát 27-en voltak is, vizsgáztak is,
Én biztos vagyok benne, hogy azért lesz közülük olyan is, aki a versenyeken részt vesz, és nem csak úgy unalomból rajtengedélyvizsgázott. Vannak a Bács megyéből jelentkező rendezők, akik a Bugacon szeretnének például versenyt rendezni, vagy Ortobágyon. Hát én úgy gondolom, hogy ha ott tudnánk egy igazi nemzetközi versenyt rendezni, mondjuk a Ortobágyon vagy Bugacon, az bemutatná ténylegesen a magyar táj szépségét, a magyar gémeskutat, egyebeket, a Szürkemarra és a többi környezetben. Csak egy baj van, bocsáss meg, Nóniuszokra gondoltam, hogy a táj miatt. Igen. Nóniuszok nem igazából jók távlovas versenyre? Hát a távlovas versenyben nem. Ugye? Nem szerepelnek, 20 kilométeren esetleg, hobbi lovasként megjelennek. Tudom, hogy te szerelmese vagy a Nóniusznak, én is szintén, de én elsősorban fogatlónak tudom elképzelni, mert függetlenül vannak mezőhegyesen olyan egyedek, amelyek vagy a keresztedésből adódó, vagy pedig önmaguk jó díjúrató, vagy díjlóak is. De az általános tapasztalat az vagy közvélekedés is, hogy fogatlónak valók elsősorban. És ugye a távhajtásban ugye meg lehetne mutatni őket, mind a nemzeti vágtán is például Nóniuszok nagyon jól szerepeltek. Azonban a hosszú táv, tehát a 40 km feletti gyors tempó azért már nem nekik való. Távhajtás. Mennyi versenyző van most? Mert tudom, hogy ez a gyenge pont volt korábban. Hát a legnagyobb probléma az, hogy Európában sehol nem működtetik, vagy nem figyelnek erre. Magyarországon egyáltalán távhajtó verseny, és vagy bajnokság. Tehát környező országokban is. Mindenintől lehet látni, hogy kocsikáznak, sétálgatnak egyesben, kettesben a fogatokkal, azonban versenyre, távhajtó versenyre nem adták a fejüket. A fej sem ismeri el a nemzetközi versenyeiken a távhajtás, nem is szervezés. Valószínű, hogy ezért is van ez visszafogva. De a legnagyobb probléma az, hogy a fogatoknak speciálisan más, sok esetben más útvonal kell. Hát igen. Mert a ló elhalad egy nyomon, átlépked a patakon, vagy akár a szikla peremén is, hogy egy kicsit durván fogalmazzak, de a fogatnak kell annak a szélesség, és nem beszélve arról, hogy olyan szélesség, hogy a fogatok egymást meg is tudják előzni. Most a mai birtokviszonyok és az egyéb rendezések után nagyon nehéz már Magyarországon is olyan helyszíneket találni, ahol a fogatok jóformán, igen, tehát az, hogy előzzenek, az is nagyon ritka. Jelenleg olyan 5-6 fogat az, amelyik rendszeresen részt vesz a versenyeken. Ettől függetlenül nagyon jónak tartom, mert látványos, amúgy meg például egy táv lovat is, hogy mondjam, speciálisabban föl lehet készíteni a távlovas versenyre is, hogyha tehát rendszeresen befogják és hajtják. Mi újság a lányoddal? Ugye állandóan tanul, azért nem is tudtuk ugye elhívni. Negyedikes most? Negyedikes. Most negyedikes. Még van egy kemény fél éve. Milyen szakra jár? Gyógyszerész. Gyógyszerészetire. És hát talán a jövő év egy kicsit, hát nem tudjuk, de lehet, hogy lazább lesz. Ugye több gyakorlat talán nem köti annyira le. Itt a szövetség mennyire bízhat a lányod, hogy még jó pár évig itt marad ebben a szakágban? Ugye hát, Matyi Biancáikról lehet tudni, hogy ők díjugratásban is gondolkodnak, tehát lehet, hogy elkanyarodnak másfelé. Ez a lányomnak a military. Tehát ő ott is kezdte, igazából neki az a nagy szerelme a military. Mint szülő, megmondom, hogy próbáltak egy kicsit leveszélni róla. Az embernek a haja áll égnek sokszor a military versenyeken, de ő ezt szereti csinálni, neki ez kihívás. Becsülettel megcsinál a távlovaglást, tehát tényleg egy szavam nem lehet. Akkor az neki csak ilyen levezetés? Levezetés, igen. Levezetés. Ő magát, a munkát annyira nem díjazza, de mondom, részt vesz, ha szükség úgy hozza, de ugye a távló felkészítése elég unalmas. Tehát menni, órákat tölteni a hátán, stb. Neki ez nem kihívás. Tehát ő szeretné visszatérni a militarira,
majd meglátjuk tényleg, hogy mit hoz a jövő, hogy itthon marad, vagy külföldön, vagy nem tudjuk még, de ő ebbe az irányba szeretne. A távolaglás megmarad, gondolom én, de igazából csak a versenyeket szereti. Uh-huh. Tehát kicsit alá készítjük a lovat, és ő már részt vesz. Tehát ott viszont becsülettel helytáll. Uh-huh. Tehát mondom, egy szava nem lehet rá. Eddig minden versenyén maximális teljesítményt adott. És látni esetleg valami fiatal feltörekvő? Nem tudom, még annyira nem néztem itt körül, de nagyon elfogytak. Tehát azt látom, hogy tényleg egy-két fiatal van, akire lehetne számítani. Uh-huh. Hát most is, ha nagy Isten közelebb lett volna ez a junior VB, és komoly bajban lennénk, hogy kit állítsunk oda. Uh-huh. Így most az idejével megoldódott, úgy néz ki, hogy nem fog kimenni senki Chilébe. De nem tudom. Uh-huh. Tehát van egy-kettő, akit úgy most ugye elkezdtem újra nézegetni, uh-huh, a neveket, versenyeket, aki szóba jöhet. De az a régebbi korosztály, akire annak idején ugye épült ez az egész junior dolog, ők ugye kiöregedtek. Az öme ott maradt, tehát mind a mai napig lovagol, vagyis hát nem, inkább azt mondom, hogy fele-fele. Tehát volt, uh-huh, van, aki abba hagyta teljesen, de kevés az új. Elnök úr, akkor itt a nagy feladat. Ezt hogyan tudjátok megoldani, hogy jöjjenek, hát és maradjanak? Igen, meggyőződésem csak úgy, hogyha olyan rendezvényeket szervezünk, ahol látszik a távolsport lényege, látszik az, hogy milyen lovakkal lehet ezt teljesíteni, és a tenyésztőket próbáljuk, a nagy tenyésztőket megtalálni. A legnagyobb probléma és a legfontosabb része a távolsportnak a ló. Jól tudom, most is voltál valami tenyésztőnél, vagy valami hasonló? Az Arabló Tenyésztő Egyesületnek volt tisztóító közgyűlése, és próbáljuk megtalálni azokat a nagy tenyésztőket, akik szeretnék a lovaikat, mert ugye azért tenyésztik ők is, hogy a bizonyos egyedeket eladjanak, tehát a piacra is tenyésztenek. Hogy azokat megtalálni, és tényleg olyan lovakat adjanak el, vagy adjanak, biztosítsanak, amelyek egészségesek, lábszerkezetileg, genetikailag is várhatóan erre alkalmasak. Igen, most volt az év a tisztújtó közgyűlése a Malénnak. Elég viharos időszaka van mögött ennek az egyesületnek. Azonban én úgy gondolom, hogy most már talán lecsillapodtak a kedélyek, és megválasztották az új elnökséget, a bizottsági tagokat, és hát személy szerint én a sportbizottság elnöke lettem ebben az egyesületben. Na, gratulálok. Hát akkor lehet, hogy így akkor kommunikáció még jobb lesz? Én meggyőződésem, hogy eddig is ez a kommunikáció tenyésztőkkel szemben, vagy velük, mert például Rencsár úrral közösen rendeztünk versenyt is, vagy a Bávolnán is van nemzetközi verseny. Igen. Rencsár úr például saját lovait is versenyezteti ezeken a kisebb versenyeken. Nagyon fontos, hogy a tenyésztőkkel jó legyen a kapcsolat, főleg a nagy tenyésztőkkel. Azonban hát ez tőlük függ, hogy van-e.